Járadék megszerzésének a lehetősége az úgy áll fenn, hogy mi korábban egy nap ellátásért 5 nap munkaviszonyt kellett produkálni, addig mára ezen törvénytervezet, nem sokára elfogadott törvény kapcsán már 10 nap kell. Ráadásul 270 napról 90 napra kívánják redukálni az ellátás időszakát egy olyan időszakban, amikor 18 hónapot meghaladó az átlagos munkanélküliség időtartama, nem a pénzbeni ellátással párosuló, hanem a munkanélküliség időtartama. Ez is egy olyan torzó, amely feloldását meg kellene tenni. Azt ígértem, körülbelül 2 percben befejezem a mondandómat, eleget kívánok ennek tenni, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. 2 perces felszólalásra megadom a szót Kaufer Virágnak, az LMP képviselőjének. Köszönöm a szót, elnök úr. Én is szeretnék kapcsolni a 2-3-as ajánlási ponthoz a közmunka minimálbér kapcsán, Azon túl, hogy kevés, ahogyan azt képviselőtársaim elmondták, a megélhetéshez, az életben maradáshoz, és sok esetben a munkára való ösztönzéshez is kevés. Azon kívül szerintem van egy nagyon komoly negatív hatása általában véve a foglalkoztatásra, ugyanis hátrányos helyzetbe hozza a minimálbéren foglalkoztatottakat, vagyis a dolgozó szegényeket, azokat az embereket, akik munkát találtak, kétkezi munkát, és minimálbéren be vannak jelentve a nyílt munkaerőpiacon, úgymond. Ugyanis tudjuk azt, hogy, és ezt a támogatást, egyébként ezt az LMP támogatását is élvezte ez a kezdeményezés, hogy ne csak az állam, hanem civil szervezetek és cégek is foglalkoztathassanak közmunkásokat. Viszont nem számítottunk arra, hogy önök létrehozzák ezt a közmunkás minimálbért, amely hosszú távon ugye magát a minimálbér intézményét is aláaknázza, de mindenképpen rossz helyzetbe hozza, hátrányos helyzetbe hozza a dolgozó szegényeket, a minimálbéren élőket, és ezt sajnos nem tudjuk támogatni, ez semmiképpen nem fog a foglalkoztatás növelésére jó hatással lenni. Véleményünk szerint ez a fekete munka a bejelentett foglalkoztatást fogja növelni, illetve a közmunkások számát, akiket majd így fognak alkalmazni a cégek és a civil szervezetek. Ezért támogatnám azt a javaslatot, amely ezt visszavonja. Köszönöm szépen! Mivel több felszóló nem jelentkezett, a vita második szakaszát és a záróvita egészét lezárom, és megadom a szót Tálai András államtitkár úrnak, aki jelezte, hogy válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Államtitkár úr, öné a szó. Tisztelt elnök úr, végre szeretnék egy házszabályszerű felszólalást, ezért a vitában elhangzottakra nem kívánok reagálni, mivel egyetlen felszóló sem foglalkozott a zárószavazás előtti módosító javaslatokkal, viszont a parlamentet arra kérném, hogy támogassa a törvényjavaslatot. Tisztelt Országgyűlés, most a módosító javaslatokról határozunk. Ennek során nem döntünk a 17. és 19. pontokról, mert azokat előterjesztője visszavonta. Az előterjesztő a T/3500/64-es számú ajánlás 1-től 16. terjedő pontjait, 18. pontját, továbbá a T/3500/67-es számú második ajánlás 1-től 4. kik terjedő pontjait, valamint a T/3500/69-es számú ajánlás 1. pontját támogatja. Ezekről egy döntéssel határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e a támogatott módosító javaslatokat? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 248 igen, 61 nem, 0 tartózkodó szavazattal a módosító javaslatokat elfogadta. Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlés, elfogadja a T/3500 számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 251 igen, 29 nem, 32 tartózkodó szavazattal a törvényjavaslatot elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, az előterjesztő indítványozta, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez? Kérem, szavazzanak!
Az országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 250 igen, 28 nem, 33 tartózkodó szavazattal elfogadta. Tisztelt országgyűlés! Kérem, hogy mielőtt a következőket elolvasom, legyenek méltányosak a levezető elnökkel, ne a rossz hír hozóját büntessék. Az Alkotmányügyi Bizottság elnöke jelezte, hogy a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról szóló TPER 3507-es számú törvényjavaslathoz további koherencia zavar kiküszöbölő módosító javaslat elbírálása szükséges. Erre figyelemmel a házszabály 107. szakasz 3. bekezdése alapján a bizottság elnöke azt kezdeményezte, hogy a záróvitára és a zárószavazásra csak a bizottság ülését követően kerüljön sor. Az indítványról most gépi szavazással kell döntenünk. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e a TPER 3507-es számú előterjesztés záróvitájának és zárószavazásának elhalasztásához? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 244 igen, 55 nem, egy tartózkodó szavazattal a záróvita és a zárószavazás elhalasztásához hozzájárult. Tisztelt országgyűlés, a bizottsági ülés időpontjára mértéklen optimizmussal és ösztönzéssel 15 perc szünetet rendelek el. Kérem, a bizottság tagjait biztosítsák a határozatképességet.